Üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is a Fallout sorozatunk első epizódja. Rettetesen hosszú ez a játék, rengeteg dolog van benne, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy hosszabb sorozaton belül mutatom meg nektek, hogy miről is szól ez a fantasztikus játék univerzum hangulat és élmény. Kezdjük az alapoknál, az alapsztori úgy néz ki, hogy minket bezártak, azaz, hogy bezárattuk magunkat az atomháború elől egy ilyen atomvédő, atombiztos bunkerbe. Innen aztán később kijöttünk, de közben ellopták a fiunkat, és most őt próbáljuk megtalálni a szétrobbantott, sivár atomháború utáni tajgán. Ez minden, csak nem tajga, de jó, ma gratulálok, Föci kettes! Szeresd a töltőképernyőt, szeresd, mert sok lesz belőle. Alright, tehát az egész játék Szóval az egész játék úgy néz ki, mint egy post-apokaliptikus Skyrim. Van egy főküldetés, több főbb ága annak, de amúgy a mellékküldetések szórakoztatnak el, talán a legjobban. Van egy ilyen Kate nevű haverunk, ő az egyetlen, aki röhögéssel nyugtázza, hogyha lopok valakitől valamit, úgyhogy ezért őt viszem magammal, de rengeteg társunk lehet a bajban. Ez a sandboxunk, aminek Commonwealth a neve, itt Boston környékén játszódik, és hát elég hatalmas, rengeteg helyre kell majd teleportálni folyamatosan. Ez is tessék hozzászokni, rengeteg fast travelre lesz szükség, mert akkora ez a világ, hogy ez nem igaz. De most akkor nézzük, hogy mi is a harcászati alapjának a játéknak. Itt van a fő küldetésünk, el kell odáig rohanni. Gyere, menjünk. Szia! Hoppá! Ezt át kellett volna gondolni egy kicsit, öreg. Oké, már lángolok! Oda kéne figyelni. Gyorsan egy steam felk és mehetünk. Gyerünk, Kate! Te halhatatlan Amazon! Ahogy a Skyrimben is, itt is rengeteg szörnyen, banditával és egyébbel van teleszorva a terület, hogy ne unatkozzunk két küldetés között se. Wow, Mr. Gutsy! Oh! Hagyjatok már békén! Meg lehet állítani amúgy az időt is, így! Ez nem mindig hasznos, néha jobban tesszük, hogyha kézből lövünk, de ilyenkor például, amikor rengetegen lőnek ránk, akkor nagyon jó leső, egy ilyen kritikát elpuffantani. Sunyogni is lehet amúgy, ami rengeteg plusz sebzést ad nekünk az első lövéskor, és amúgy tényleg hasznos, mert nagyon-nagyon kevés történik van a játékban, tényleg ilyen szempontból is hű marad az atmoszférájához és a posztapokaliptikus hangulatához. Így pedig minél kevesebbet lövünk, annál jobban járunk. Vigyázat. Ha! Na és akkor lövünk egy kritikát. Paf! Csókolom. Mindenki fenn van, eljött az ideje elfutni a francba, balra. Te ott ki vagy, Legendary Protector, Jézus már Legendary annál vannak jó cuccok, gyere Kate, szerintem ő gonosz lesz, nem. Akkor ide bújjunk mellé, hogy vigyázzon ránk. ki lehet lopni a robot zseméből a cuccokat, Sharp Raider Leg, ez kell nekünk, igen, köszönjük szépen. És nem vett észre. És Kate-nek tetszett, hát ez, hát mindenki nyert. Túl vagyunk terhelve, mert túl sok cucc van nálunk, rengeteget kell ide-oda teleportálgatni a játékon belül, hogy minden cuccunkat el tudjuk adni, és nagyon nehezen, de tudjunk bevásárolni extra pénzből töltényeket. De hál' Istennek van egy máhás szamarunk, az öreg Kate. Nézzük is meg, mit loptunk a robottól. Kérlek szépen, ez az. Hét, ez jobb. Karizma 1, intellektualitás 1. Nagyon jó. Mire cseréljük le? Egy left leg, minden részét a páncélunknak külön lehet fejleszteni, ez nagyon szexi. Metal left leg. Reduces damage by standing and moving. Hát mi soha nem állunk egy helyben, úgyhogy köszönjük szépen, ki van cserélve. Így néz ki a karakterünk amúgy. Még nem túl szexi, de már alakul. És hát természetesen az usanka az egy kötelező jellegű páncélzati eszköz. Hát Kate, ezt úgy néz ki, nem ússzuk meg szárazon. És ugrás. És rádióaktivitás, mint az állat. Fuss, úsz, gyerünk. Jaj, Istenem, de fáj. Jaj, de fáj. Itt is vagyunk. Jaj, hagyjatok már a rohadt bogarakkal. Ó, mekkora gyerek vagy te, Jézus Márián. Hát, Kate. Úgy tűnik, hogy most ugrik a majom a vízbe. This better be worth it. Jó, menj ki! Hát ezt nem hiszem el! Menjed! Ki lát meg? Wow! Oké, ez látott meg! Ez a csöpség itt a távolban, azt hiszem nem, most velük nem, az majd egy másik küldetés lesz, jó? Továbbállunk,
mintha mi se történt volna. Elérkeztünk a cowboyok kocsmájába, ők a Minutemen, egy ilyen kvázi civil rendfenntartó szervezet, mi csatlakoztunk hozzájuk, és most megpróbáljuk visszafoglalni a fő bázisunkat, de előtte ellopok mindent, amit lehet. Köszi szépen. Nem is beszéltem senkivel, de mindegy, nem ez a lényeg. Oh, hello, Preston! Hát te milyen... lengén öltöztél ma este. Én most már értem, hogy a többi srác ez miért ilyen hallgatag ez. Ez így nem oké, hallod? És nem tudom, mire mondom, hogy impressive. Tudod-e te, hogy háborúba megyünk? Nem a strandra. ez egy kötelező, ez a cowboy sapka, ez egy kötelező elvárás? Köztetek, srácok? Vagy nekem csak egy usankám van, úgy érzem, kicsit kilógok. Okay. Cap? Kettesz, végighallgattad? Nem. Neked ötleted sincs, ha? Jó. Na nézzük, mi van nálad. Van nálad ruha! Miért nem veszed fel? Na, mindegy. Clear the courtyard, oké. Okay. Gyere, Kat. Kate. Na nézzük. Foglaljuk vissza a rég elvesztett bunkerünket. Micsoda történelem van itt. Oh! Meg mekkora rákok! Már támadunk? Oké, okay, rendben. Oh, biztos, hogy szükség van itt rám? Nem, ez csak egyszer önni. Vissza, nagyon jó. Mi itt fogócskázunk, addig lőjétek már! Egyre többen vannak! De bírom. Bomba! Futás! Ez az. Azt a rohadt! Na, akkor téged úgy arccal lövünk, ahogy nagyon kevés dolgot valaha. Így van. Szerintem ez egész jól működött. Van még valaki? Áh, Istenem! Hát őt nem hagyhatjuk ki! Hát ő egy hatalmas veszély. Jó, hogy ezek ennyien vannak? No! Felejtsük el! Felejtsük el! Mi a kicsiket is elpusztítjuk! Milyen militarizált csecsemők ezek. Hát viszünk pár tojást, hogy... hogy ráadásul meg is gyalázzuk az otthonukat ezeknek a békés rákoknak. Ja, hogy ezt várjuk. Azt a rohadt! Én úgy érzem kicsit, hogy mindenkinek lazább fegyvere van, mint nekem. Itt az ideje elővenni a... Mr. Freeze-t. Jaj, csináld már! Jó, felveszem ezt is. Folytassuk tovább a gyalázkodást, ha már elloptuk a tojásaikat ezeknek a szegény... békés rákoknak, akkor most csináljuk az embrióikból tojássátottát. Én úgy gondolom, hogy meg is kóstolhatjuk. Finom. Wow! Wow! Te hogy vagy ekkora? Hol vannak a többiek? Jézus Máriám! Nem hiszem, hogy elegek vagyunk ez. De maradj ott. Oké, alakul! Ezt felejtsük el, jó? Ezt mindenki, ezt elfelejtettük? Köszönöm szépen. Szóval visszatérve, életem összes gránátja elfogyott, jó. Vagy a szuper, nem bírom tovább, nem bírom, még életet, rohanj, gyorsan, ennem kell egy kis omletet. Elnézést, mindjárt visszatérünk önhöz, csak előbb megeszem a gyermekeit. Fuss, és akkor most jön a fegyverváltás. Nincsen nálam az aknavetőm, az Isten verje meg, ha ezt tudom! Na hát akkor, tudjátok mit? A fontos az, hogy ne szarakodjunk. Yeah boy! Na erre mit szólsz? Elfogyott a töltényem. Harmadik fajta fegyverünk, gyerünk! Gyárj! Egyszer csak meghalsz! Ez az! Igen, egy kevés... Na, srácok, vége! Úgy döntöttünk, hogy vége. Hú! És akkor végül, hogy elfoglalhassuk ezt, mint fő hadiszállásunk, be kell vezetnünk az áramot, amihez megnyitjuk az építő menüt. Ja, hogy 10 kell neki, akkor ezt hagyjuk. Ezt elszkrepeljük, igen. És akkor egy nagyobb kell, hoppá. Egy nagyobb generátor kell. Mekkora, small, medium. Produces 10 large. Hú, nincs elég!
Nincs egy cuccunk hozzá. Akkor átutazzuk a fél világot. Felveszünk mindent. Elmegyünk vissza. Na, engedd már kijelölni! Visszaértünk. Van egy generátorunk, és most már meg tudjuk építeni. Nem? De. De ezt összekötjük ezzel, ezt összekötjük ezzel. És győztünk. Woohoo! Oké, téged nem tudlak tovább komolyan venni, vegyél fel valamit, légy szíves. Addig is szintet léptünk, úgyhogy még azt megmutatom nektek, egy rendkívül szépen részletesen kidolgozott szintlépő rendszere van a játéknak. Különböző perk-eket tudunk megvásárolni, amiknek több szintjük is van. Én 19. szintű vagyok, úgyhogy szerintem mire lehet szükségünk? Az a baj ugye, hogy rengeteg mindent azért nem tudunk megvenni, mert az alap képességeinkre kéne tenni a pontot. Én erre most nem vagyok hajlandó, úgyhogy... Hát növeljük a sebzésünket, így van, nagyon helyes. Ennyi lenne tehát a Fallout alapjai, de nyilván menjünk tovább, mert ahogy láttátok, lehet építkezni, ebbe is belemegyünk, lehet a fegyverénket is modolni. Rengeteg dolog van még itt, amit felfedezhetünk, úgyhogy én és a mesztelen cimborám megyünk tovább a végtelenbe.